Budapestet meg lehet és meg is kell nyerni, jelentette ki a jövő évi önkormányzati választásokkal kapcsolatban Kubatov Gábor, a Fidesz párt igazgatója. Az Indexnek adott interjúban Kubatov Gábor azt is elárulta, hogy legalább 8 ember tud, aki megfelelő kihívója lenne Karácsony Gergelynek. Elemzők viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy 9 hónappal a választás előtt még mindig nem sikerült a Fidesznek jelöltet állítania. Még Demszky Gábor sem ártott annyit Budapestnek, mint Karácsony Gergely, mondta Kubatov Gábor az Indexnek. Az interjúban a Fidesz pártigazgatója úgy fogalmazott, nem nagyon bírja a srácot. A főpolgármesterről úgy beszélt, mint aki lusta, teszet osza és döntésképtelen. Feltette a kérdést, hogy mit épített Karácsony Gergely Budapesten, és azt is mondta, hogy reális esélyt lát arra, hogy a főpolgármesteri széket a Fidesz elhódítsa. Legalább 8 embert tud, aki megfelelő kihívója lenne a jelenlegi városvezetőnek. Nem fog jót mondani a baloldal főpolgármesteréről. Állítja Deák Dániel, a 21. század intézet elemzője, aki úgy véli, már a Fideszben is gondolkodnak azon, hogy ki legyen a főpolgármester jelölt, illetve hogy milyen témák mentén kampányoljanak. Van esélye a Fidesznek az önkormányzati választáson is. A fő kérdés az az, hogy ki lesz végül a jelölt, fideszes színekben indul-e, vagy akár független személy mögé állnak be a jobb oldalon, tehát még ez a kérdés nem eldöntött. A Fidesz annyira bízik a fővárosi győzelemben, még jelöltje sincsen, főpolgármester jelöltje, 9 hónap múlva lesznek a választások. Horn Gábor szerint ebből is arra lehet következtetni, nem gondolják komolyan, hogy győzni tudnak Budapesten. És nyilván Kubatov teszi a dolgát, egy párt készül a választásokra, és ha ez nem is természetes, de szerinte megalapozatlanul ócsárolja a főpolgármestert, aki már elmondta, hogy egyben a továbbiakban is az ellenzék közös jelöltje lesz. Én azt látom, hogy a Fidesz beáraszta azt, hogy ez a főpolgármesterség az eldőlt, ha nem ez lenne, mondom, akkor lenne jelöltje. A Publikus Intézet stratégiai igazgatója úgy reagált Kubatov Gábor szavaira, hogy nyilván elindult a kampány, de mint mondta, elsősorban a Fideszen belüli kampány indult el. Mert el tudjuk képzelni azt, hogy van két különböző irány a Fideszen belül. Az egyikük azt gondolja, hogy érdemes neki vágni Budapestnek a győzelmesével, a másik felük pedig azt gondolja, hogy nem. És feltételezem, hogy Kubatov Gábor ezek szerint abban a csoportban tartozik, aki komoly erőfeszítéseket tenne Budapest meghódításáért, nyilván a Fidesz számára. Pulai András hozzátette, a baloldali szavazók kiegyensúlyozottan viszonyulnak Karácsony Gergelyhez, és legalább annyian szavaznának rá most, mint ahányan nekiadtak bizalmat 4 évvel ezelőtt.